fénynek, valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Víziterápia 197. részét látják, és köszöntöm önöket Ambrus Tibor barátom nevében is, aki most már állandóan elég, és együtt csináljuk a műsorokat. És mai témánk az Impexek kora, a nagy rablásokról fogunk beszélgetni, amire, ha jól tudom, Tibor, kellően fel is készültél. Igyekeztem. István. Én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, és jó szokásomhoz híven, István, ha megengeded, akkor szeretnék egy idézettel. Hát hogyne, nézzük. Kérlek szépen, John Stuart Mill, politikus és filozófus írta anno: a gonosz diadalához nem kell sok, csak az, hogy a jók ne tegyenek semmit. Köszönöm szépen. Ez elég beszédesnek tűnik, mert ha hirtelen lefordítom, hogy elég, hogy tereljük a nyájat, és a gonosznak más dolga sincs, csak feltételezem, hogy szépre festeni magát, és tálalni a szemnél szebb dolgokat. Bárány bőrbe bújni. Mindenek, ugye a médiákon keresztül. Természetesen nem foglalkozunk a Covid-dal, a migrációval, de azért mindig van téma, amiről lehet csámcsogni, és stb. Tibor, én arra gondoltam, hogy bemutatnánk ezt a két könyvet, és akkor erről beszélgetnénk. Borvendég Zsuzsának az Impexek kora című könyve, most jelent meg nemrég, valamint a Hálózat pénze, és én úgy gondolom, hogy el fogunk jutni odáig, hogy így, ha ezt kiveséztük, könnyen megértjük azt, hogy van ugye az A csapat, a B csapat, nagy rablók, és stb. Tehát mindenkinek van egy kis része ebben az Impexbe, vagy KFT-be, vagy RT-be, abban is, és amikor történik egyfajta hatalomváltás, akkor nem lehet oda csapni a másiknak, és börtönbe csukni a köztörvényes bűnöző politikust, mert ő is tud rólunk több mindent. Így van. Átadom a szót, mert telik az idő. Nagyon szépen köszönöm. Hát valljuk be őszintén, hogy ez a téma az Impexek kora, illetve az Impexeknek az ország kirablása, ez már korábban is felvetődött. És ha szeretnénk tárgyilagosak lenni, amellett, hogy Borvendég Zsuzsannának ezek a zseniális könyvei és átfogó ismeret terjesztő történészként kutatási eredményei megjelentek, feltétlenül meg kell említeni Rozgonyi Ernőt, aki a MIÉP, majd a Jobbik országgyűlési képviselője volt, és ha jól emlékszem, a MIÉP időszakában ő már interpellált ezzel kapcsolatban, hogy röviden hogyan, miként és miért, és hogy tudták kirabolni az országot az Impexek, illetve ezek az úgynevezett szakosított külkereskedelmi vállalatok. Feltétlenül meg kell említeni még azt is, István, hogy valószínű, hogy Gidai Erzsébet és Csat Magdolna, híres nemzetben, hazában gondolkodó közgazdászok is foglalkoztak ezzel a témával, de széles körben, nagy nyilvánosság elé, és hogy most már hál' Istennek a médiumok is fölvállalták ezt a témát, el kell ismerni, hogy Borvendég Zsuzsanna volt az, aki ezt a rendkívül kényes témát leírta, kutatta, és két zseniális könyvet is írt. Az egyik az Impexek kora, a másik pedig a Hálózat pénze, avagy Magyarország kirablásának a története. Induljunk ki el onnan, István, hogy ugye mindannyiunk számára közismert az a tény, hogy a pártpropaganda, illetve a kommunista propaganda mindig azt hirdette, hogy a Kádár rendszerben, az úgynevezett gulyás kommunizmus idején az a viszonylagos jólét, amit köszönhetünk, az annak köszönhető,
hogy kölcsönöket vettünk föl, és ebből a külföldi kölcsönökből biztosította a magyarság, illetve az ország nagy embereinek, lakosságának, állampolgárainak jólétét, illetve viszonylagos jólétét és magasabb életszínvonalát a környékbeli országokhoz képest. Na most én a Kádár rendszerről beszélek most, hiszen az Impex ekkora főleg arról szól, a Kádár időszakról, de a hálózat pénze, illetve az Impex ekkora is azért visszatekint egészen a Rákosi rendszer időszakára, a II. Világháborút követő közvetlen időszakra, sőt a patkány forradalom, tehát amit tankönyvek tanácsköztársaságnak hívnak, egészen odáig visszamegy Bormendék Zsuzsanna a kutatásai során. Na most annyit el kell mondani, hogy Bormendék Zsuzsanna természetesen, időzőjelben az, hogy természetesen, ő nem jutott hozzá az Impexek irata anyagához, illetve a hálózat irata anyagához, azok a mai napig zárolva vannak István. Hanem sok munkája vetett. Rengeteg munkája volt neki, tehát ő konkrétan ezekhez nem jutott, hanem következtetéseket vont le, sőt, azokból írta meg ezeket a könyveket. Kérlek szépen, vannak olyan anyagok, amelyek már kutathatók történészek részére, többek között a belügyi anyagok, tehát a belügyi titkosszolgálat, a 3/2, a 3/3, főleg a 3/2-nek az anyagai, illetve a katonai titkosszolgálatnak egyes anyagai is már kutathatóak a történészek részére. Na most Bormendék Zsuzsanna ezeket kutatta, ezeket a titkosszolgálati jelentéseket, és ezekből a titkosszolgálati jelentésekből következtetett arra, hogy milyen szintű kirablás történt is ebben az országban. Bocsáss meg, igen. Nagyon jól mondtad, hogy következtetések. Tehát igen. Logikusan kikövetkeztette a hölgy is, meg mi is ki tudjuk következtetni, ahogy a felvezetőben is mondtam, hogy miért nincs az, hogy egyes hatalomváltásnál, és stb. Nincsenek felelősségre vonások. Nagyon egyszerű, mert annyira összefonódnak a szálak. Pontosan. Hogy tehát a csúcson nem lehet mozgatni senkit sem, mert akkor borulna ki az egész, és bukna mindenki, az adott hatalmon lévő párt is, gazdasági vezetés is, valamint akitől elvették a hatalmat. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy itt nem kis pénzekről van szó. Így van. Mert ha jól emlékszem, 240 milliárd dollár körüli elképesztő mennyiségű pénzt loptak, illetve próbáltak meg legálisan, ugye jutalékként kiosztani. Mert ne bonyolódjunk bele, de hát a demokráciának ebben a formájában ugye arról szól az egész, és erről még később vagy a következő részben kitérhetünk, hogy hogyan kell kifosztani akár a középosztályt is mosolyogva. Mert ott is fogunk majd azt hiszem idézni dolgokat. Tehát félelmetes mennyiségű pénzeket, és mindenhez mosolygunk, és azt mondjuk, hogy nem tudunk mit tenni, hát megválasztottuk a demokráciának ebben a formájában, ez így működik. Elképesztő összegekről van szó. Így van. Nagyon pontos számot mondtál István. A könyvhöz, az Impex ekkora című könyvéhez Bormendék Zsuzsannának dr. Bogán László professzor írta meg az előszavát, és ez egy angol bankárcsoport, tehát nem magyar kutatások, mert Magyarországon még ilyen ebből a szempontból nem indultak meg kutatások. Mi érdekes? Kérlek szépen, ugyanúgy, ahogy Rozgonyi Ernő akkor interpelláció után is mély csend volt, és senki nem reagált rá tizen pár évvel ezelőtt. Több, bocsáss meg, több, nem? Már több, lehet, hogy több, már 20, ugye 20, a miép, bocsánat, 20, igen, a miép. 20 körül, mert él még az Ernő bácsi? Szerintem még igen. Hál' Istennek, jó. Na, visszatérve, tehát ez az angol bankárokból álló csoport, kutató csoport, kérlek szépen,
egy kutató tevékenységet folytatott, hogy offshore cégekben keresztül a közép-keleti országokban, meg általában a világon, mennyi fekete mosott pénzt tudtak kirabolni egyes országokból. Magyarország az előkelő 20, tehát a 20, első 20 között van a világon. Részarányban gondolom. Részarányban, és abból is, hogy igencsak a előkelő helyen, az első 20 között, és írd és mondd, István, nagyon, majdnem eltaláltad, 242 milliárd dollár értékben loptak ki, szivattyúztak ki ezek az impexek, külkereskedelmi vállalatok Magyarországról 242 milliárd dollár értékben, amely, István, megfelel a jelenlegi nemzeti vagyon felének. A jelenlegi nemzeti vagyon felének felel meg, amit 1980 és 2010 között kiloptak az országból, illetve mondhatnánk azt, hogy ez alatt a 30 év alatt, tehát 1980 és 2010 között a termelt nemzeti összértéknek az egyharmada. Tehát ez azt jelenti, István, hogy a 30 év alatt a magyar ember minden harmadik évben ezeknek a tolvajoknak dolgozott. Fantasztikus. És ez kiment az országból. Bizonyítható. Bizonyíthatóan kiment az országból kutatási adatok alapján. És ez nem magyar kutatócsoport, hanem külföldi, független, magyar pártoktól független, egy banki, speciális olyan emberek, akik értenek a pénzhez. És meg hozzájutnak az anyaghoz. És a pénzmozgáshoz, kérlek szépen. Rettenetes és félelmetes, és tudod, mi a legfélelmetesebb az egészben, István? Az, hogy Borvendég Zsuzsannának megjelentek ezek a könyvei, és azon kívül, hogy a nemzeti oldalon néhány csatorna fölvállalt egy-két riportot a Borvendég Zsuzsannával, illetve a YouTube-on, nagy csend van, senki nem támadta be Borvendég Zsuzsannát a könyvei miatt. Senki. Valószínű, hogy azért, mert azok az illetők, akik ebben részt vettek, a mai napig részt vesznek. Mai napig nagy részük, aki még él, sőt, nagy részük még él. Ez egészen biztos. A hálózat a mai napig részt vesz a gazdasági, főleg most a gazdasági életről beszélünk, na de hát ha a kezedben van a gazdaság, akkor a politika is a kezedben van. Így van, így van. Meg mondani. A kultúra is, de most egyelőre a gazdasági folyamatokról, a tőke áramlásról, mi a globális tőke áramlásról van szó, István. Igen. És visszatérve, kérlek szépen, nem támadták Borvendég Zsuzsannát, és valószínű, hogy azért, mert hogyha nyíltan betámadták volna egyes személyek, vagy az ügynökeik, akkor következtetni lehetett volna belőle, hogy pontosan kik azok, akik ezeken az impexeken keresztül kirabolták az országot. Na most visszatérve, István, annyit még el kell mondani, és akkor rátérnék az impexek történetére, mert kifutunk az időből. Hirtelen elfogytak a Borvendég Zsuzsannának a könyvei. Eltűntek, felvásárolták. Vagy azért, mert nagyon népszerű volt, vagy egyeseknek érdekük volt az, István, igen, hogy eltűnjenek a polcról, és felvásárolták, mint régen korábban, tudod, az Illuminátusok csináltak meg a szabadkülvesek, amik számukra kényes dologról van szó, azokat az újságokat felvásárolták. Jó. Akkor impexek kora. Bocsáss meg, de mondjad. A kedves nézőkhez meg kell köszönnöm, azt nézzenek, kedves nézők a tükörbe, és örüljünk egymásnak, mert már pedig ez igaz, amit Tibor nekünk mesél, hogy mi, aki a nyugalomba, a békébe, esetleg a harmóniába szeretnék élni, hogy ezeket nem veszük észre, hanem a saját dolgunkat törődünk, és tűrjük. Birka mondta, ez fantasztikus teljesítmény, ezt el kell ismernünk egymásnak, tehát igen. Félelmetes, mert ami pénzt kiloptak, és talán még egy gondolat, és már is adom vissza a szót, hogy mondod, hogy a szövőnek, de itt családokon belül,
működött, vagy a rokonságon belül. Tehát ugyanúgy, ahogy a politika. Tehát aki beavatott, és magasabb szinten beavatott, lásd titkos társaságoknál, szabadkönyveseknél, magasabb lépcsőfokon van, tehát igen, ők már nem tudnak sérülni, majd bedobnak áldozatnak ezt vagy azt, és akkor talán megnyugszik mindenki, de hihetetlen ezeknek a mondandója, és hogyha átgondoljuk, hogy vérfalszt, hogy ennyire kihasználnak bennünket, tehát félelmetes, parancsoljuk. És akkor most már kitérnék tényleg a könyv által leírtakra is, illetve Bormendék Zsuzsanna kutatásai, hogy konkrétan miről is van szó. Ugye hát IMPEX az azt jelenti, hogyha egy kicsit lefordítjuk magyarul, hogy export-import. Annak a rövidítéséből egy ilyen szójáték folyamán le voltak ezek az IMPEX-ek. Volt, hogyha jól emlékszem, még én gyerekkoromban vagy fiatalkoromban Red IMPEX, Mon IMPEX, tehát közel 150 féle ilyen IMPEX volt Magyarországon. Sok volt, igen. Na most, hogy miről is szól a történet? Gyakorlatilag vissza lehet menni egészen a patkányforradalomig, tehát a tanácsköztársaság idejéig, kérlek szépen, ahol egy Varga Jenő nevű, nem nevezném úriembernek, volt a tanácsköztársaság pénzügyi népbiztosa. Na most ez a Varga Jenő a patkányforradalom bukása után, illetve a tettes társai sokan külföldre menekültek, és felkarolták őket, gondolom, Németországba, Ausztriába, Bécsbe, itt ott amúgy Frankfurtba a szabadkönyves társai, és ők voltak azok, akik megalakították gyakorlatilag a Kominternt, illetve a Komintern pénzügyi dolgait ők dolgozták ki, és ők felügyelték. Na most mondták is, hogy a Komintern gyakorlatilag egy magyar maffia, úgy is hívták, hiszen sok magyar ember, inkább úgy mondanám, Magyarországról elszármazott ember, mert ezek nem magyarok, csak magyarul beszélnek. Igen. Ezek, akik a Kominternben dolgoztak, illetve a pénzügyeket. Ezek már akkoriban beépültek a kommunista hálózatba, illetve a pénzügyi, kommunista pénzügyi hálózatba. Ez az egész úgy lett kitalálva eredetileg, még a sztálini rendszer idején, hogy létrehoztak különböző ilyen pártvállalatokat az úgynevezett kapitalista országokban. És ezekben a kapitalista országokban, mondjuk Olaszország, Franciaország vagy Németország, ezek a pártvállalatokon keresztül finanszírozták, kérlek szépen, a helyi kommunista pártokat. Na most, ugrunk az időben, 1945 után, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a szovjet hadsereg bevonulásával Magyarországon alapvető politikai változások történtek. És a legelső, amire a magyar kommunista párt rátette a kezét, az a külkereskedelem volt. És ez nem véletlen. Ugyanis a külkereskedelmen keresztül felügyelték, lehetett felügyelni a tőkeáramlást, ugyanis nehogy valaki is azt képzelje, hogy azzal, hogy gyakorlatilag két részre szakadt Európa, most itt ugye beszélek majd a később kialakuló szocialista országokról és az úgynevezett kapitalista országokról, a tőkeáramlás, a globális tőkeáramlás az megszűnt. Nem, az annak szüksége volt továbbra is piacra, kérlek szépen, nyereségre és extra profitra. Na most miután a kommunisták rögtön rátették a kezüket a külkereskedelemre, persze azokat a szakértőket, akik korábban a Horthy rendszer idején a külkereskedelemben dolgoztak, azokat mind elbocsátották, vagy likvidálták, vagy éppen ahogy gondolták, és az ő saját úgynevezett szakértőjüket rakták oda. Na most, el kell mondani feltétlenül azt, hogy azáltal, hogy
a kommunisták rátették a kezüket a külkereskedelemre, és ne felejtsük el, még választások, tehát még több pártrendszer van, még elméletileg Magyarországon. Pár évi, igen. Igen, ők már rátették a kezüket a külkereskedelemre, és ezáltal felügyelték a tőkáramlást, sőt, speciális szakosított külkereskedelmi vállalatokat hoztak létre, hogy a külfölddel, főleg a nyugati tőkével továbbra is tartsák a kapcsolatot, kérlek szépen, és azáltal, hogy a külföldi tőkével, és gyakorlatilag ezek a magyar külkereskedelmi vállalatok monopól helyzetben voltak. Ugyanis azáltal, hogy államosították a külkereskedelmet, a termelő vállalatok, tehát itt konkrétan akár mezőgazdasági, de főleg ipari termelő vállalatoktól elvették a külkereskedelmi jogot, és ez a külkereskedelmi, szakosított külkereskedelmi vállalatok kezébe került. Miről is van szó? Igazán, itt arról van szó, István, hogy a termelés kiadásai és annak a vonzatai az nem nyomta a külkereskedelmi vállalatok vállát, hiszen ők függetlenek voltak attól, ők monopól helyzetben voltak, privilégiumot élveztek, csak ők köthettek üzletet a magyar iparcikkekre külföldön, és a nyersanyag beszerzést is csak ők hajthatták végre. Magyarán voltak jól működő magyar üzemek, bármennyire is hihetetlen, mint például a MOM, a Magyar Optikai Művek, a Videoton, az Orion, a Ganzmávag, a Győri Vagon és Gépgyár, de sora a Csepel, és itt tovább. De, kérlek szépen, mivel ezek a külkereskedelmi vállalatok nem voltak érdekelve a nemzet támogatásában, illetve az egészben, hiszen őket nem érdekelte, és nem is őket érintette a termelésnek a kiadásai. Ezért őket egy dolog érdekelte csak, hogy kik a külföldi kapcsolatrendszeren keresztül, Frankfurt, Bécs, Párizs, és itt sorolhatnám, azokon keresztül kikkel tudtak különböző gazdasági társulásokat létrehozni, és azon keresztül kérlek szépen a hasznot kiszivattyúzni az országból oly módon, hogy őnekik a zsebük azért mindig megteljen. Igen. Tehát kikkel foglalkozhattak, tehát akik korrumpálhattak, és kik korrumpálhatók lehettek. Őket mennyire korrumpálhatták, és ők mennyire korrumpálhatták azokat, akikkel közösen üzleteltek. Plusz folyamatosan zajlott az úgynevezett pártvállalatokon keresztül a külföldi kommunista pártoknak a finanszírozása. Igen. Nagyon érdekesen mondasz, és most beugrott menet közben nekem is, hogy valóban így volt. Tehát adva volt a külkereskedelmi cég, akinek ugye értelemszerűen semmi köze nem volt a termeléshez, termelt a, maradjunk akkor mondjuk az Optikai Műveknél, teljesen, mert már szemek vagyunk, azok lebonyolítják az eladást, az exportot, lebonyolítják az importot. Így van. Oda teszik a hasznokat, a magyar vállalat, kisvállalat, nagyvállalat, teljesen mindegy, él, ahogy él, szerény haszonnal. Így van. Itt pedig a pluszt el lehetett lopni, vagy ahogy mondtad. Így van, profitot. Profitot termelni, vagy ahogy mondtad, ugye külföldi kommunista pártokat esetleg finanszírozni. Így van. Mert a pénzt ugye csak pénzzel lehet csinálni, ezt ugye tudjuk. Így van. És ahhoz, hogy tudjunk működtetni, tehát régi időben is így volt, ez 40-50 évvel ezelőtt határozottan emlékszem rá most már így, hogy ezt említetted. Be, arról beszélünk. Így van. Pénzt pénzzel lehet csinálni. Na most, ha van pénz, akkor tudunk politikát csinálni, akkor tudunk ezt, tudunk azt, tudunk azt. És akkor egyszer csak bejön az ötlet X állami vezetésnek, vagy az adott cégnek, hogy ezt egy kicsit szóljuk, ezt jobban tudjuk így csinálni, vagy jobban eladható, jön a
híradó, mi volt a tévé híradó, az volt a neve, és akkor azt mondta, hogy micsoda sikere. Tévé híradó, ugye? Az volt az M1, vagy hát akkor csak egy-két csatorna volt meg, és beetette a népet, és megnyugodtunk, hogy mindenki boldog, és működik az export-import. És ezek szerint, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy körülbelül a 30%-et, az egyharmadát, hogy elelopták a... Így van, a mai nemzeti jövedelmünk felét. Jelenlegi igen. Magyar igen. Nemzeti vagyonnak, a nemzeti bocsánat, vagyonnak. A felét 30 viszont év alatt. Viszont az adott pénzösszegre minden harmadik forint az ment. Így van, így ment, van. A fekete kasszába, vagy a kutya van, alá elassva. Ossó cégekbe. Igen. Jól mondott István. Igen. Na, visszatérve. Fantasztikus. De hogy kitalálták ezt igen. Akkor, és most ne arra ugyan a kedves nézők, vagy esetében, de azt kell mondanom, hogy azért mostanában nyílik a tudat, de hogy milyen birkának tudtak nézni. Hát erről a magyar állampolgár semmit nem tudott. Nem tudhatunk. Tehát a közvélemény nem. Erről semmit ja. Nem tudott. A közvélemény nem. Tudod, bocsáss meg, hogy közben. Igen. A közvélemény folyamatosan azt kapta fejére, hogy addig takarózzatok, amíg a takaró él, igen. Nem a zsemle kicsi, hanem a szátok nagy, meg ilyen szövegek, meg a krumpli leves, akkor legyen krumpli leves, mondta Kádár elvtárs. Igen ám, de itt nem erről volt szó, hanem a magyar azt a viszonylagos jólétet, amiben éltünk a környező országokhoz képest, most szocialista országokról beszélek, a Kádár rendszer idején az úgynevezett gulyás kommunizmusban, azt a magyar ember maga teremtette meg. Azzal, hogy ledolgozta 8 órát, utána ment GMK-zni, vagy volt a kis nadrágszíj parcellája, és ott meg dolgozott a háztáiba, meg disznót hízlalt, meg stb. Plusz munkát végzett, még második és harmadik műszakot végzett, és így lehetett fenntartani azt az nem külföldi kölcsönökből. Ez egy nagy hazugság. Az, hogy így eladósodtunk, kérlek szépen, annak köszönhető, hogy ezek az emberkék, ezek a 150 vagy 200 IMPEX külkereskedelmi vállalatok és a hálózat, tehát itt azért feltétlenül meg kell említeni István, persze hát most a két könyvnek a történetét nem tudom elmondani 15-20 percben, de a hálózat tevékenyen részt vett ebben István. A titkosszolgálat, a katonai titkosszolgálat és a belügyi titkosszolgálat is ebben részt vett, hiszen aki külkereskedelmi vállalatnál dolgozott, külföldön kiküldetésben volt, és voltak-e, ő nekik feladatul ki volt adva, kérlek szépen, a hírszerzés is. Az biztos. Tehát ő nekik a hírszerzésben is részt kellett venniük. Tudod, mi ugrott most még be? Volt egy időszak, nem tudom, lehet, hogy csak egy-két tél, még fiatalabb korunkban, talán 30-35 éve, éjszaka nagy hidegbe széné álltunk sorba a tüzéptelepen, nem tudom, hogy rémlik-e ez neked. És egy családnak, vagy egy embernek, aki sorbált, adtak 250 vagy 300 kiló szenet. Tehát ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy elvonták a figyelmünket a lényegről, illetve azt nem is tudhattuk, meg nem is tanították velünk soha, mert az egészen más kategóriából, hanem legyen, hogy hozzájutottunk, nem fázik a család. Azt hiszem, a kislányom akkor lehetett egy-két éves, és marhára örültünk neki, hogy hoppá, van szép. Na most kísértetésen hasonlít, illetve ugyanaz van, csak egy modernebb formába lekopírozva napjainkra, mert hát most akár a gázzal, ha már az energiánál vagyunk, villamos energiával, és a többi, de még mondhatnék példát rá, hogy hoppá, hirtelen a duplájára fölmegy. És valóban igaz, hogy például napjainkban Berlinbe, azaz Németországba duplája a gáz, Svédországba lehet, hogy 8-szorosa, de többszöröse az egészen biztos. Hiányt képezünk belőle, hiányt képezünk az üzemanyagból, és majd örülünk, hogyha kapunk. Az más kérdés, hogy ennek nyilván a célja az, hogy pánikot keltsünk, akár élelmiszer hiánnyal. Nem tudom, kedves nézőink, hallották-e, hogy Észak-Angliában élelmiszer hiány volt, mert a lengyel kamionosok ugye nem kaptak vizet, nem kértek vizet, hazamentek, és nem volt sofőr. Tehát
azért bocsánat kérek, tehát aki azon a szinten dolgozik, annak tudni kell, hogy mi milyen következményekkel jár, tehát ez nem igaz, hogy ez véletlen jönnek be, ezek megtervezett dolgok. Így van, pontosan. Csak olyan hülyének néznek ugye bennünket, bár még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy azért a tudatunk nyílik, és most már egyre tisztábban látunk, valamennyien, mert azért jön az anyag, meg sokan az interneten is elkapják, meg kell jegyeznem, még egy fontos dolgot, nagyon sok jó embert hold ez a föld a hátán, aki keres, kutat és adja az információkat. Lásd, Ambrus Tibor. Igyekszünk. Tehát, de ezt magam most, szerint mondja. Ezt véresen komolyan mondom. Tehát azért szép lassan kinyílik a szemünk, de azt is tudomásul kell, hogy ameddig lehet, úgy vezetnek bennünket birka módjára, és valószínűleg a következő részben majd erről is fogunk beszélni, miért, meg hogyan. Tehát nagyon, nagyon érdekes. Visszatérve az Impexek korára is, nem? Köszönöm ezt a tájékoztatót, nagyon érdekes volt, amiről beszéltem. Feltétlenül meg kell említeni azt, hogy már 1945 után, hogy arra akarok kiukadni, hogy mennyire nem számított az István, hogy kapitalista vagy szocialista, hogy náci kollaboráns vagy kommunista. Ugyanis a Borvendék Zsuzsanna rámutatott a titkosszolgálati jelentések alapján egyértelműen, hogy azok az üzletemberek, akikkel megkötötték az üzletet, kérlek szépen, az Impexek, illetve korábban még 45 után ezek a külkereskedelmi vállalatok, speciális külkereskedelmi vállalatok képviselői, azok nagy része, jó néhány olyan emberrel kötöttek üzletet, akik náci kollaboránsok voltak, háborús bűnösök voltak, kérlek szépen, és érdekes módon ez nem érdekelte se a KGB-t, se a CIA-t, kérlek szépen, se a magyar titkosszolgálatot, senkit. Sőt, az amerikai titkosszolgálat is segített ezeknek az üzleteknek a lebonyolításában. Ez csak arra volt jó, hogy nyilván tartja a CIA, a Mossad, a KGB, hogyha szükséges, akkor tudom zsarolni. Még annyit szeretnék. Meg az egyiket. Elvtársnak szólították a másikat, meg úrnak. Jó. Tehát bocsánat, azt szeretném, hogy én kérek, mert annyi minden mondani valamit hirtelen. Ne haragudj, Pistán. Tehát az, hogy a színfalak előtt, ugye az volt, hogy szocialista és kapitalista tábor, meg harmadik világháború, és ment a nagy köbdösődés, meg vasfüggöny, közben simán ment a globális tőkeáramlás, kérem szépen, és Magyarország ebben főszerepet játszott a szocialista országok között, simán ment a globális tőkeáramlás, az Impexeken, sőt, 1972, ez egy nagyon fontos évszám, ezek az Impexes tőkés arisztokraták kiharcolták azt a magyar kommunista államban, kérlek szépen, hogy külföldi vegyes vállalatokat hozhassanak létre, na onnantól kezdve azt elszabadult a pokol. Tehát külföldi vegyes vállalatok, német, magyar, osztrák, magyar, stb. Vegyes vállalatok, amihez már a magyar igazságszolgáltatásnak már nem fért hozzá a keze. Érted? Tehát bármennyire is tudták azt, hogy mennyire korrupt, hogy milyen szintű hatalmas kárt okoznak a magyar népgazdaságnak, folyamatosan export-import tekintetében hiány volt, és százszámra hozták létre az offshore cégeket, és lopták ki, és szivattyúzták ki az országból a termelő vállalatok által előállított profitot. Igen. És ezért jutottunk el idáig, István, hogy a 30 év alatt, és ez 1980 és 2010, 242 milliárd dollár, és a 80 és 45 között, amit kiloptak, arról nincsen statisztika. Ezt mind a kedves nézők fantáziájára bíznak. Hát igen, sajnos. És nincs felelősségre vonás, István. Ahogy politikai felelősségre vonás nem volt, gazdasági téren még jobban nincs felelősségre vonás. Sőt, valamit még elmondok, István, ne haragudj, hogy közbeszólok. Igen. Kérlek szépen, ezek az emberek,
akik kilopták az ország vagyonátnak nagy részét, később 1992-90-ben jöttek, hogy ők a nagy privatizátorok. Hogy ők tőkebefektetők. Ha nekik van pénzük, és ők kérlek szépen még egyszer kilopták az országot a privatizáció folyamán, és gyorsan befejezem, kérlek szépen, igen, ne haragudj, hogy ezt mondom. Nemrégiben az egyiket Tihanyban most tüntették ki, és Tihany város polgármestere lett. Díszpolgára. Bocsánat. Legyen ez az arról szó. Jó? Egyébként ezt a kedves nézőink is tudják, ha már nézik az adásunkat, tudják, hogy körülbelül hogy működik a világrend. Bizony. Na de a következő részben erről is fogunk beszélgetni, meg egy kicsit más oldalról közelítjük meg. Hát sajnos letelt az időnk. Tibi, nagyon köszönjük, hogy így fölkészültél ebből az anyagból. Reggelig beszélgethetnénk erről. Simán. És kedves nézőinknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok. Viszontlátásra. Aki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántam.